Hát így van, munkatúra, ami mindig evéssel, ivással kezdődik. József viszi az erdőbe, és a megmaradt meleget sóba szórja Benedek. Nem mondod! Ezek a nagy dolgok! Na, elkészült a gulyásunk. Hanalat meg tányért hozzon magával. Kis kezedre vigyázz! Nem az, hanem a szemembe ment a fűs. Innentől kezdve. Neked már szinte elmondhatjuk, hogy Béla rossz. Alapvetően. Semmi kötelező. Alig van neked dolgod. Ez a kaprossal.
Paprikától meleg. Nem, Csak úgy szikrázik a beton. Ez ám a Nordic Walking. Tesztüzemmódban vagyunk. Nordic Walking. Bemutató. Mondjad, háromba a kis gyöngybánya helyett anyánál vagyunk. Hát nagy oszlopok voltak. Valamikor ez az út egyébként az a piros jelzés vagy kék, ez ott ment bent. A régi vasúti töltésen. És klik egész arra, és megnyitották a második bányát, az pedig ott menet közben, hogy látunk egy támfalat, ott volt egy másik híd, ami arra részre ment a második bányába. Ez a Dorróhegy itt jobbra, az alatt is bányáztak. Hát mivel már régen olvastunk verset. Egy Nordic Walking csapat. Bence, menj el csapattal! Hol a botod? A mamám. Hát itt vagyunk a tűzköves ároknál. Van-e egy marok föld a magyar hazában, amelyet magyar vér meg nem ártatott? Haj, de már nem látszik a nagy ősök vére, fiai befeszték újra feketére, a földet rákenték a gyalázatot. Így hazugság itt, az örök igazság is, hogy az oroszlán nem szülhet nyúlfiat, ti dicső apák, ti bajnok oroszlánok, ha ti a halálban most föltámadnátok. Ez egy újabb csapat, egy Nordic Walking. És legyetek mozgásban! A fokhagymás erre van. A medvék erre brumognak. Csinos feneket. Csinos. Mi az, hogy... Csinos, odanéz. Innen nehezen ismerhetők föl, de azért... Hát macik a málnásban. Na hát akkor a medvék kijöttek a málnásból.